történelmi találkozó helyszíne volt a Tel Avivi repülőtér. Az Egyesült Arab Emírségekből érkezett hivatalos delegáció Izraelbe, hogy több államközi szerződést kössenek, miután a felek szeptember közepén Washingtonban aláírták a kölcsönös békéről szóló Ábrahám egyezményt. Beszédíró stábom úgy kezdte a szöveget, hogy ma tanúi lehetünk a történelem formálásának, amire én azt mondtam, hogy egyáltalán nem, ma mi formáljuk a történelmet. Úgy formáljuk, ami generációk számára meghatározó lesz. Ez az Egyesült Arab Emírségek első hivatalos látogatása Izraelbe. A történelmi megállapodás fehérházi aláírása óta most először Izrael és az emírségek kormánya konkrét együttműködésekről kötött megállapodást, mondta az izraeli miniszterelnök Benjamin Netanyahu. A két ország gazdaságvédelmi és tudományos egyezmények mellett arról is megállapodott, hogy állampolgáraik ezentúl vízum nélkül léphetnek be a másik országba. Örülök, ha látom, mennyit haladtunk előre a történelmi jelentőségű Ábrahám egyezmény aláírása óta. Az Egyesült Arab Emírségek továbbra is vezető erő a régióban. A gazdasági reformok, a nyitottság és a nemzetközi kereskedelem, a politikai stabilitás és a béketeremtés területén, mondta az Egyesült Arab Emírségek pénzügyminisztere Obaid Humaid Al-Tayyir. A szerződések aláírása után kétoldalú megbeszélések kezdődtek az izraeli vezetés és az Egyesült Arab Emírségek képviselői között. Az emírségek delegációját az Egyesült Államok több képviselője is kísérte.